Vidám mesék. A gomba alatt. A hangyát egyszer utolérte egy nagy eső. Hova bújjék előle? Meglátott egy apró kis gombát a tisztáson, odaszaladt, és elbújt a gomba kalapja alá. Üldögél a gomba tövében, várja, hogy elálljon az eső. Ám de az eső egyre jobban zuhogott. Egy agyonázott pillangóván szorgott a gombához. Hangyácska, hangyácska, engedj ide engem is a gomba alá. Úgy eláztam, nem tudok repülni. Már hogyan is engednélek? Kérdezte a hangya, hiszen magam is éppen csak, hogy elférek alatta. Se baj, kis helyen is elférnek, akik szeretik egymást. Erre aztán a hangya beeresztette a pillangót a gomba alá. Az eső meg egyre csak zuhogott. Futva jött egérke. Engedjetek a gomba alá engem is! Patakokban folyik a víz rajtam. Ugyan, hogyan engednénk ide? Nincs már hely. Húzzátok magatokat összép egy kicsit. Összéphúzták magukat, és beengedték az egérkét a gomba alá. Az eső zuhogott, sehogy sem akarta abba hagyni. Arra ugrándozott a veréb, és így sírt Rét. Megázott a tollacskám, megfáradt a szárnyacskám. Engedjetek be engem is a gomba alá megszáradni, megpihenni, az eső végét kivárni. Nincs már több hely. Húzódjatok összép, nagyon kérlek benneteket. Na jól van. Összép húzottak, jutott hely a verébnek is. Ekkor a nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a gombát. Bújtassatok el, kiáltozta. Mentsetek meg, üldöz a róka. Sajnálom a nyulat, szólt a hangya. Tudjátok mit? Húzockodjunk összép. Alig, hogy a nyulat elrejtették, odaért a róka is. Nem láttátok a nyulat? Kérdezte. Nem láttuk bizony. Közelebb lopakodott a róka, és szaglászni kezdett. Nem itt bújt el? Ugyan, hogy bújhatott volna ide? Megcsóválta a farkát a róka, és elment. Közben az eső is elállt, a nap is kisütött. Előbújtak a gomba alól mindahányan, és örvendeztek. A hangya elgondolkozott, és azt mondta, hát ez hogyan történhetett? Először még nekem is alig volt helyem a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértünk. Brehehehe, heherészett valaki. Mindannyian oda néztek. A gomba kalapján ült a béka, és jó ízűen nevetett. Ó, ti okosak, hiszen a gomba! A mondatot félbehagyta, őket pedig otthagyta. Mindannyian a gombára néztek, és nyomban kitalálták, hogyan történhetett az, hogy előbb egynek is alig akadt helye a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértek. Ti is kitaláltátok már?